Új katolikus óvoda épül Szerencsén az Egri Főegyházmegye óvodafejlesztési programja által. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési program keretei között több településen tudtak óvodafejlesztéseket és építéseket kezdeményezni. Szerencsén egy 4 csoportos intézmény készül a Kossuth tér 1 szám alatti ingatlanon. Az épület korábban a római katolikus plébánia szerepét töltötte be, ami eredetileg 250 négyzetméteres volt. Ehhez kerültek hozzáépítésre a csoportszobák, és a bővítések által egy közel 1000 négyzetméteres tágas óvoda készül el. Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri Főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri Főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri Főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Jelenleg még folyamatban vannak a munkálatok, de napról napra egyre jobban kirajzolódik a megálmodott épület. Az utcán elhaladva is látszódik, hogy egy fantasztikus hely van kialakulóban az óvodás gyerekek fogadására, ahol minden körülmény adott lesz számukra a játék mellett a fejlesztésükhöz is. Az épületről nem csak kívülről mondható el, hogy a 21. század minden követelményének megfelel, de az ajtón belépve is egy modern környezet tárul a szemünk elé. Ugyanakkor mégis egy meleg, barátságos térként szolgál az intézmény. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Az év elején megtörtént az eszközjegyzék összeállítása is, amelyben már szerepel minden olyan bútor, játék és használati tárgy, amire a gyerekeknek és az intézmény alkalmazottjainak szüksége lesz a mindennapok folyamán. A legfontosabbnak azt tartották ennél a lépésnél, hogy az óvodások semmiben ne szenvedjenek hiányt az itt töltött idejük során. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll. Szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy közösség
egy boldog közösség részévé válni. Nagyon fontos, nem csak ebben a korban, később is a mozgásfejlesztés, a sport, a nyelv, a logikus gondolkodás, a zenei fejlesztés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden olyan területet érintettünk, amikor az eszközjegyzéket összeírtuk, hogy minél szélesebb körben tudjuk a gyerekeket fejleszteni. Az épületet bejárva látszik, hogy a belső hamarosan elkészül, amit a külső rész teljes rendbetétele követ majd. Ezáltal elmondható, hogy hamarosan elkezdődik az udvar kialakítása, ami tovább színesíti majd a város szívében található épületet. Szintén úgy kerültek kiválogatásra a játékok, hogy a gyerekek minden érzékszervét igénybe veszi, és minél fejlesztőbb hatással tud lenni az ő szabadidő eltöltésük közben. Rengeteg fa, évelő növény és cserje kerül majd a játékok körül elültetésre, úgyhogy már alig várjuk, hogy azt a szemléletet, amely nagyon fontos az iskoláinkban is, ez a keresztény tudatossággal, vagy keresztény értékrendre épülő teremtésvédelem, vagy környezetvédelem, ezt már egészen pici korban a gyerekekben el tudjuk ültetni, és úgy gondolom, hogy az a gyönyörű környezet, amely az udvaron kialakításra kerül, ebben nekünk nagy segítségünkre lesz. De hogyha a kerítésen túlnézünk, akkor a várkert is ezt a célt fogja tudni szolgálni. Egy új óvoda kialakításában az egyik legfontosabb a gyerekek számára legkedvezőbb képzési, fejlesztési körülményeket biztosítani. A rengeteg beérkezett önéletrajzban már folyamatban van a szakemberek kiválasztása, akik a szakmai elképzelések megvalósításához megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Az, hogy konkrétan milyen kínálattal készülünk, azért néhány gondolatban már sejtettem itt a hallgatósággal, de nyilvánvaló az Egri Főegyházmegyében, egy katolikus óvodában azok a keresztény értékekkel, hogy kidomborodjanak, amelyeket mi fontosnak tartunk. Nagyon fontos az, hogy minden a családban kezdődik ugyan, és hogy mi ezt tudjuk folytatni, erre tudjunk építkezni, vagy akár itt teremtsünk ehhez biztos alapokat, hogy a szeretet parancsa kell, hogy meghatározza a gyerekeknek az életét, a fejlődését, és később erre építkezve felnőtt korban is olyan felnőtté váljanak, akik haladnak egy úton, és lehet, hogy néha letérnek, mert serdülőkorban azért ez elő szokott fordulni, de amikor szükségük van rá, akkor tudják, hogy mindig számíthatnak valakire, és legyen kapaszkodójuk. Egyéb szakmai lehetőségeket úgy gondolom, hogy 3 gyermekem járt nekem is óvodában, és azok a szülők, akik most gyakorló szülők és óvodáskorú gyermekeik vannak, vagy éppen kisiskoláskorú gyermekeik vannak, nagyon jó ötletekkel tudnak szolgálni, és nyilván mi ezt szeretnénk figyelembe venni. Úgyhogy tervezünk egy olyan fórumot létrehozni, amelyről az érdeklődőket majd tájékoztatjuk, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni. Ennek a fórumnak az lesz a neve, hogy Szólj Bele, és az eddig hozzánk érkezett ötletek tárát szeretnénk bővíteni, vagy örömmel bővítjük, és ezt is figyelembe vesszük. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülők számára, hogy a legféltettebb kincsük, a gyermekük, akiket oda bíznak egészen pici korban a köznevelési intézményekre, biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben, családias hangulatban nevelődjön és fejlődjön. Minden csoportban 2 óvónő és 1 dajka foglalkozik majd a gyerekekkel. Ezen kívül természetesen technikai személyzet és külső szakemberek is besegítenek majd az intézmény működésébe. Már most elmondható, hogy sok szülő nyújtott be szándéknyilatkozatot, amely arról tanúskodik, hogy katolikus óvodába szeretnék járatni a gyermeküket. Az érdeklődők számára elérhető a katolikus óvoda szerencskukac@gmail.com e-mail cím, amelyre várják a jelzéseket azoktól, akik örömmel iratnák be gyermeküket az intézménybe. Az aktuális helyzet alapján remélhetőleg már akár szeptembertől megkezdheti működését az óvoda.